A korábbi ügyvezető igazgató Berlinger Attila mellett Gonda Mária volt a Kulturális Központ igazgató helyettese. 2004-ben kerültem a Művészetek Házába. Baki Péter volt akkor még az igazgató, és a Művészetek Háza nem tartozott még a Babits Mihály Kulturális Központhoz. Önálló intézmény volt. Sajnos nem sokáig, mert hogy 2005-ben integrálták a Babits Mihály Kulturális Központba. Baki Pétertől kaptam szerintem a művészetek iránti fogékonyságomat, illetve a művészetek szeretetét, és az ott dolgozó kolléganőktől pedig az alázatot tanultam meg, a munkához való hozzáállást, és azt az alázatot, amit nagyon kevés helyen tapasztaltam úgy egyébként. A közművelődési szakember elmondta, hogy az általa képviselt intézmény következő nagy eseménye augusztus 25-én lesz, amikor a Művészetek Háza 40 éves fennállását ünnepli majd. Fél évre kaptam a kinevezést, december 31-ig, közben majd kiírják a pályázatot. Addig azért nekem nem biztos, hogy nem lesznek álmatlan éjszakáim, mert hogy azért én próbálok mindig a tökéletes felé húzni, ami azért elég megterhelő, meg nehéz tud lenni. Az igazgató azt is elmondta, hogy nagyon szerencsés, mert igazán jó csapattal dolgozhat együtt.